Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? A héten talán a legfontosabb esemény a képviselőtestület ülése volt. Ez volt a utolsó képviselőtestületi ülés ebbe a ciklusban, legalábbis rendes ülés, tehát lehet, hogy ha még van valami rendkívüli dolog, akkor össze kell hívni majd a képviselőtestületet, de reményeim szerint nem lesz ilyen. Úgyhogy elbúcsúztak a képviselők, meg én is megköszöntem a képviselők 4 éves munkáját, meg a hivatalnak a segítő hozzáállását a képviselők dolgaihoz. Ezen kívül néhány fontos dologba döntöttünk, ebből talán az egyik fontos az a állattartás, illetve azon belül is a Caprera patak védelme érdekében hozott egy elvi határozatot az önkormányzat, hogy a vízfolyás érdekében a kerületi városrendezési szabályzatot úgy kell majd módosítani, hogy ne lehessen olyan építményt, ami állattartásra alkalmas a patak egy bizonyos, talán 150 méteres körzetébe építeni, tehát hogy védjük még inkább ezt az egyébként csendes kis és szép patakunkat Cinkotán. A másik, amiben fontos döntést hozott a képviselőtestület, hogy elindul a iskolai, hát hogy mondjam, étkezési reform, ha lehet ezt így mondani. Ugye az óvodákba elindítottuk, hogy gyümölcsöt kapnak a gyerekek minden óvodában, mert eddig úgy volt, hogy ahova a szülők vittek gyümölcsöt, ott kaptak, ahova nem, ott nem kaptak annyira. Ugye az étkezés az egyébként is jár a közétkeztetésben, heti 2 alkalommal gyümölcs, de mostantól minden nap kapnak az óvodába a gyerekek, ez is ezen a héten indult el. És az iskolában is azt a reformot találtuk ki, hogy valahogy át kell gondolni ezt a közétkeztetést, legalábbis a mi kereteinken belül. Ugye van egy felsőbb jogszabály, ami megszabja, hogy hogyan lehet, meg mit lehet elkérni, meg milyen nyersanyag norma, amiből kialakul, hogy mit lehet főzni. Én nagyon szeretném azt elérni, hogy legalább az legyen a közétkeztetésben, hogy lehessen választani, legalább 2 fajta menüből. Hát A menüből, B menüből, 1 hétre, és akkor így megoldódik az a kérdés, hogy a gyerek nem szereti a spenótot, akkor helyette sóskát eszik, vagy fordítva. Naponta lehet választani, tehát azt mondhatom, hogy hétfőn A, kedden B, Erre a képviselőtestület fölkérte a polgármestert, hogy december végéig egy koncepciót dolgozzon ki. Úgyhogy majd ebbe a koncepcióba ki fog derülni, hogy akkor mi legyen, hogy legyen. Nem egyszerű a helyzet, mert én azt látom, hogy a közétkeztetésben, ugye nekünk nagyon régi szerződéseink vannak, 2004-es meg azelőtti szerződéseink, amiből az következik, hogy, és mi mindig az inflációval lehetett emelni az árat, hogy mi viszonylag olcsón kapjuk ugyanazt az ételt, amit mások ugyanazt a kaját drágábban kapják. Tehát ha közbeszerzés kiírásra kerül, akkor véhetően emelkedni fognak az árak. Nem kicsit, hanem nagyon. Úgyhogy ezért óvatosan kell ezzel bánni, ezért kell koncepciót készíteni erre az egészre. Mindenesetre én azt gondolom, hogy valamiféle változatosságot érdemes itt megtenni. Addig is, ameddig ez nincsen meg, a képviselőtestület úgy döntött, hogy úgy, ahogy eddig is be lehetett vinni a szülők által készített vagy máshonnan vásárolt ételt az iskolába és ott a mikróba a gyerek megmelegítette, erre fölhívjuk az iskolák figyelmét, hogy a jövőben is van lehetőség, tehát ne csinálják azt az iskolák, hogy az önkormányzat biztosítja ezt a lehetőséget, például a mikrohullámú sütőt az ebédlőbe, az iskola meg azt mondja, hogy nem lehet. Úgyhogy már ezen a héten már tájékoztattam is erről az iskolai igazgatókat, de minden szülő majd egy írásos tájékoztatást is fog kapni, mert erre hatalmazott, vagy kért engem meg a képviselőtestület, hogy erről tájékoztassam a szülőket, hogy erre a jövőben is van lehetőség. Persze azért itt nagyon kell figyelni, mert ugye ha bárki is mondjuk egy másik étkeztető cégtől szállít ételt, akkor a étkeztető cég meg a gyerek felhasználása közé nem szerencsés, ha még valaki akár mondjuk az iskola is bekerül. Tehát azt a felelősséget, hogy mondjuk az iskola portájára rakják le a szállító cég a kaját, és oda majd a portásnak kelljen bármit csinálni vele, esetleg mondjuk véletlenül megnyomni, kiukasztani, vagy bármi mást, ezt a felelősséget mi nem vállaljuk fel. Tehát valahogy úgy kell megoldani a szülőknek ezt a dolgot, hogy ne kerüljön az iskola alkalmazottja itt, vagy a kerületgazda alkalmazottja közelébe ennek a dolognak, mert 99,9% hogy soha nem lesz ebből gond, de az a 0,01%-ban meg nem szeretnénk, hogyha mi lennénk a felelősök értő, mert nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy nem ő. Úgyhogy, de erről a tájékoztatóba fognak kapni azt is, hogy lehet bevinni az ételt, hogy lehet hűteni, hogy lehet megmelegíteni, mit adunk mi ehhez. Tehát erről majd egy részletes tájékoztatást fognak kapni a szülők, nem olyan sokára. Aztán beszámolt a főépítész a 4 éves tevékenységéről, azt egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, illetve voltak még apróbb rendeleti módosítások, de ezek nem túl lényegesek.
Ezen kívül, ami fontos volt, örömteli esemény, hogy most már 1 millió modik látogató van az uszodákban, a kertvárosi uszodákban, úgyhogy köszöntöttem, talán kedden volt a 1 millió modik látogató, egy hölgy, ha jól emlékszem, azt mondta Mátyásföldön laknak, és igazából azt mondta, hogy ha nem lett volna az Erzsébet-ligeti uszoda, talán el se kezdenek uszodába járni. Ő úgy szokott járni, hogy a gyerekét viszi úszásoktatásra, ő meg addig vesz jegyet és úszik a nagy medencébe, amíg a gyerek a kicsibe tanul úszni. Nagyon örült, meglepődött. Nem csodálom, mindenki meglepődik ilyenkor, meg 500 000. látogató is meglepődött, 100 000. is. De hát ez így szép, ez így jó. Aztán ezen kívül volt az Ikarusznak kupa meccse, focistáknak, ami abban a szempontból érdekes, hogy nagyon régóta nem volt már, úgyhogy ebbe a második körbe is bekerülnek kupába. A műfős pályán játszották ezt a kupameccset, a képviselőtestület ülés volt, úgyhogy a legvégére értem csak ki Kovács Sajmund alpolgármester úrra, hát sajnos nem mi nyertünk, azt hiszem 5-1 lett a vége, úgyhogy kiestünk a magyar kupából, de hát jövőre újra megpróbáljuk, hát nem tudunk más csinálni. Ezen kívül volt a Varjú Vilmos olimpiai baráti körnek tegnap rendezvénye, ugye nekik havi rendszeressége van, és olimpikonok, sportolókat szoktak meghívni idén, illetve most ebben a szeptemberi hónapban a vívók voltak, méghozzá ugye a kerületi vívó Adecsi Tamás, illetve a Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívó, mind a ketten itt voltak, és illetve Decsi apuka is, ha lehet ezt így fogalmazni, aki mesteredző, és mint ahogy a felvezetőben Rizs Tamás el is mondta, kevés mesteredző van Magyarországon. Kicsit értékelték a magyar vívás helyzetét, meg a végén egy kis rövid bemutatót is tartottak. Nagyon érdekes volt. Aztán ezen kívül már csak arról tudnék beszámolni, hogy ha nem dől ránk az ég és nem zúg, akkor két fontos esemény lesz a hétvégén szombaton. Az egyik az Ikarusz nap, ez minden évben megrendezésre kerül, a volt ikaruszosok által szervezett rendezvény az Ikarusz pályán. Az a jó hír, hogy minden évben valami más újdonság van az Ikarusz pályán, mire oda kimennek, de most a legújabb műfős pálya az újdonság, amit meg tudunk nekik mutatni. Remélhetőleg előbb-utóbb majd a sportcsarnok is úgy lesz, hogy meg tudjuk nekik mutatni. Ez egy egésznapos rendezvény, 10 órakor kezdődik, és szintén egésznapos rendezvény, de leginkább délutáni a Sashalmi Szeptemberfest a Rafts pályán, ahol a bajnokságban a Rafts-Ikarusz meccs van egyébként. Tehát két 16. kerületi csapat csap össze, majd 5:30-tól kezdődik ez a mérkőzés, de egyébként van egésznapos program, mindenféle zenekarokkal, sütésfőzéssel, ezzel azzal. Ez a Piros Rózsa utcai pályán van, tehát mindenkit biztatok arra, hogy jöjjenek el valamelyikre, vagy akár mindkettő rendezvény. Nagyon szépen köszönjük, és hát jó időt kívánunk akkor a hétvégére. Úgy legyen.